Elképzelhető, hogy egyszer majd nem lesznek szerzetesek? Hogy lesz ilyen, hogy az utolsó szerzetes? Lehet, hogy ebben a formában, ahogy most látsz minket, nem lesznek. Az Isten van akkora és van annyira jó hozzátartozni, hogy ezt nem lehet félállásba csinálni. Nem tudom megmondani, hogy én személyesen utoljára mikor csendesedtem el akár 20 perce, mikor volt olyan az életemben, hogy kiszálltam mindenből, csak egy dologra koncentráltam, vagy nem gondoltam semmire, de most Bakonybélbe tartok, és ott 8 bencés szerzetesen fogok találkozni, akik a Szent Mauritius monostorban laknak, és ők például naponta többször is megcsinálják ezt a lelki gyakorlatot Szent Benedek szellemiségében. Egy különleges közösségbe fogunk most belépni, amely egyszerre zárt, megvan a maga regulája, de közben nyitott az emberek felé. Iszonyú fontos az imádság, ugye a vallás számukra, illetve a munka. Van egy saját biokertjük, és készítenek gyógyfüvekből teát, lekvárt, partnerek segítségével sört, kozmetikumokat. Tényleg egy különleges világ. Hogy ismerjük meg a vezetőjét is, dr. Bán Izsák Perjelt. Lettem szerzetes, mert az életem egyik pontján úgy éreztem, hogy Isten erre hív, és úgy gondoltam, hogy akkor lesz boldog az életem, hogyha erre a hívásra válaszolok, úgyhogy felteszem erre az életem. Tulajdonképpen ez nézőpont kérdése, hogy ez egy belépés valahová, vagy egy kilépés valahonnan. Uh-huh. Tehát, hogy te miért léptél ki, vagy miért léptél be? Ez egy titok. Tehát, hogy van, amit én ebből tudok, vagy azt el tudom mondani, hogy hogyan, de hogy miért, hát erre van egy olyan szintű válasz, hogy mert akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, vagy szerintem egy jó ötlet, hanem hogy ezt kell tennem, tehát ez belülről jön, hogy ezt kell tennem, ilyen nagyon mélyen kell, és akkor leszek boldog, hogyha ezt teszem. És hát azóta nyilván jártam, tehát sok önismereti munka van abban, hogy hát látok ebből olyan emberi dolgokat, hogy vajon miért, vajon miért azt éltem meg, amit megéltem, hogy van ez kapcsolatban azzal, amit a családból hozok, hogy van ez kapcsolatban azzal, ami úgy egyáltalán én vagyok, mint személyiség. Tehát az a jó benne, hogy azért ennek egy jó része az kívül van a megérthetőn vagy a felfoghatón. Tehát az Istennél van, ő tudja, mert hogy ez a kettőnk ügye, és a fele az nála van. Tehát azt majd akkor fogom megtudni, hogyha ezt egy életennál csinálom, és meghalok, akkor majd látom. És egy szerzetesnek számít, hogy a családja, akár a szűkebb, vagy a tágabb család az mennyire vallásos? A családban nem, kisgyerekkoromban nem kaptam így vallásos nevelést, hanem később, így kamaszkoromban, 8. korom után egy táborban, egy ilyen ifjúsági táborban, egy szentségimádás alatt a helyet is tudom, meg a pontos napot vissza lehetne keresni. Tehát, hogy talán ez az első ilyen... És hát mi történt? Ott együtt a tábor résztvevőivel imádkoztunk, énekeltünk, csönd volt, ki volt téve az oltári szentség, és hát az, ahogyan az Isten működik, meg szól, az így emberi szavakkal nehezen visszaadható, tehát nyilván van ennek egy ilyen testi oldala is, hogy mit érez az ember, vagy milyen érzések töltik el, de hát ez valahogy azért úgy túl van az emberi nyelvben. Tehát úgy azt tudnám mondani, hogy megérintődtem. Talán sértem is, nem emlékszem. Ez egy pipa tomahawk. Ugye két funkciója van. Az egyik az egy fegyver, egy éles dolog, és ez
hogy valahol az életemnek azt gondolom az egyik dimenziója, ez a harc, a küzdelem, tehát az állandó küzdelem magammal, rossz gondolataimmal, szenvedélyeimmel, haragommal, tehát ami így a szerzetes élete napi szinten. A másik, az pedig valamiféle hát valami egységélmény, tehát ami a pipában, ugye az régi hagyományban is, a föld, a víz, a levegő, a tűz együtt van, és az ember ezt a illatos meleg füstöt beszívja, és kifújja, tehát a kapcsolódás, a önmagunkhoz, másokhoz való kapcsolódás, tehát ez meg valahol így a másik pólus, tehát az életnek a teljessége, vagy az intimitás, vagy az öröm, hogy ebben van egy olyan erő, ami szerzetesként az, hogy vagyok én férfi, tehát a férfi identitás, az is egy érdekes út, egy fontos feladat. Ennek más dimenziói vannak, mint annál, aki családban él. Szóval ezt így jó tartogatni, meg jó nézegetni is. Volt egy világi életed? Te még éltél úgy, mint nem szerzetes? Hogy tudom, hogy voltál szerelmes, vagy volt, tulajdonoltál dolgokat, volt esetleg autód, bármi? Uh-huh. Én elég fiatalon lettem szerzetes, ugye most már lassan 20 évvel ezelőtt, tehát most lesz nagyjából az a pont, amikor már ugyanannyit voltam szerzetes, mint nem szerzetes. Tehát én tanultam, tehát tanulóként jelentkeztem ide, tehát munkatapasztalat az inkább ilyen diákmunkákról volt némi tapasztalatom. A szerelem párkapcsolat téma az meg persze, tehát az így jelen volt a kamaszkoromban is, meg a belépés előtt is. Manapság egyébként ritka az, hogy valaki ilyen fiatalon jön, mint ahogy én jöttem, akkor még talán ez úgy jobban a normalitásban volt. Ma inkább 30 pluszos már karrierrel, akár mondjuk egy tönkrement tartós, hosszabb párkapcsolat után, együttélés után jelentkezik valaki, ez nem ritka, vagy inkább ez lett most a normális. Ez lesz az utolsó éves gazolásunk? Hát reméljük, igen, most már jönnek a hideg napok. Még ezt azért kell megcsinálni, hogy tavasszal könnyebb legyen, ez már csak az ilyen utolsó őszi. Én Istent keresni jöttem Bakonybélbe. Hát ő hívott. Valahogy ezt a hívást a szívemben én felismertem. Kicsit olyan, mint egy jegyesség, hogy én ezt a lányt választottam, csak itt ez talán megfoghatatlanabb, de hogy magának a közösségnek a konkrétságában benne van ez a választás, hogy én szeretnék velük mellettük elköteleződni. Van egy ruhám, van egy szerzetesi nevem, ugyan még nem mondtam ki azt az igent, hogy holtomiglan, holtodiglan, de azzal a távlattal maradok benne, és vagyok benne, hogy ez a szerelem, ami szerelemként indult, ez vonzott, és most próbálom ezt fenntartani és keresni, hogy mire is vonzott tulajdonképpen. A munkahelyem az egy nagyon világi környezet volt, én egy multinál dolgoztam, ott volt ez izgalmasabb, hogy ki hogy reagált erre az egészre, de nagyon-nagyon támogatóak voltak, és inkább annyira furcsa volt, hogy inkább érdeklődőek. Tehát nekem nem volt családom, barátnőim voltak, nyilván amikor már beléptem, akkor már egy ideje tudatosan gondolkodtam ezen, akkor már nem volt barátnőm. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, meg nagyon segítő. Tehát abban, hogy megismerjem, hogy mi fontos számomra, ki vagyok én. Azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatok, ezek építettek, vagy az, hogy építették azt, hogy én itt vagyok most. Az Isten így ajándékba adta ezeket a lányokat, és most is vannak olyan tulajdonságok, amiket tőlük tanultam meg. Fuga mondi, a világ elől való menekülés. A szerzetesi élettel együtt járnak lemondások, ez világos, de hát minden elkötelezett életformával járnak lemondások. És én most azt látom, hogy mondjuk még 20 évesen én azt jobban megéltem, hogy ez igen, lemondás, így kacsingattam kifelé, kortársaim, barátaim, szép feleség, kisgyerek, autó, karrier, akármi. Így 42 évesen ők kacsingatnak inkább befelé, hogy már ők irigyelnek engem, én annyira nem őket. Szóval, hogy van ebben azért egy nagy szabadság is, azt hiszem. És neked is nagy küzdelmeid vannak?
Szerintem a szerzetes élethez hozzátartozik a harc, a küzdelem, és ugye a szerzetes atyák azt mondják, hogy alapvetően két dologgal, a vágyainkkal, meg az indulatainkkal küzdünk. Ennek van egy, szerintem egy hullámzása is, tehát nem csak harc van, vannak békés időszakok. Hát te olyan nagyon türelmesnek és olyan bölcsnek tűnsz. Ez a valóság is? Ezért vagy te a vezető? Kérdezd meg a testvéreket, hogy mennyire látnak türelmesnek, meg bölcsnek. Azt hiszem, van egy alapvetően egy ilyen nyugodt természetem, és hát például ez is a küzdelem része, hogy lehet nem elfojtani, hanem megengedni, de nem kiengedni azt, ami az emberben feszül. Talán itt a legérdekesebb, hogy a vágynak a legmélyére menni, hogy mi az, ami olyan, hogy az egész életemet betölti. Vagy hogyha én ezt csinálom, ha ezt keresem, az arra azt tudom mondani, hogy elég. Uh-huh. És hogy valahol a párkapcsolataimban azért ez megjelent, hogy nagyon jó, nagyon szuper, de hogy nem biztos, hogy elég. Azért lettem szerzetes, hogy az evangélium örömhírét elmondjam az embereknek. Az Isten abban mutatkozik meg, amikor például kísértésekkel meg kell küzdeni. Persze sokat kell küzdeni például a falánság ellen, mondjuk nagyon jó étvágyam van, látszik is ez a kontent, ez egy nehéz. Aztán a szexualitással is nyilván egy ilyen dolog. És mondok még egy valamit, ami sok jó tapasztalatom is vannak, hogy a saját akaratot elengedni, az egy fontos meghívás a szerzetes életben, az, amikor nem azt kapom, vagy nem kapom meg, amit szeretnék, és valami mást kapok, ami nagyon érdekes és izgalmas ajándék. Egy kedves filmem a Út a vadonba, ami egy srácról szól, aki így kimegy a társadalomból, és el akar jutni Alaszkába, és az a vége, hogy eljut, de ott ugye nincs semmi, és benéz valamit, éhezik, és megeszik egy mérges növényt, és akkor ott meghal. És ezt írja föl a... Sean Penn film, nem? Sean Penn a producer, vagy a rendező, igen. És akkor ezt írja föl a naplójával az egyik utolsó bejegyzésében, hogy a boldogság akkor igazi, ha megosztod. Hogy ma az individualizmus az egy bálvány, tehát az, hogy nekem legyen jó, egyáltalán az egész, tehát a humanista etika, a humanista esztétika, minden erre épül, hogy tehát ami nekem tetszik, az szép, ami nekem jó, az jó. Az a fajta közösségi élet, amit mi élünk, az arról szól, hogy adjál föl, vagy vállalj áldozatokat azért, hogy valóban közösségben legyél, hogy valódi kapcsolatokban létezzél, és ez összességében ennek van egy ereje, ami sugárzik. Tehát, hogy emberek együtt, hát csak azt megnézed, hogy tehát 8 ember, és az, ami itt van körülöttünk, ez nincs arányban, tehát ezt nem mi csináljuk. Tehát az 1+1+1+1 az nem 8, hanem az sokkal több. Tehát én azt gondolom, hogy ez ami így a szerzetesi közösségi életnek ma az üzenete, hogy ebben van erő, meg ez egy olyasmi, ami jel kifelé. De elképzelhető, hogy egyszer majd nem lesznek szerzetesek? Vagy lesz ilyen, hogy az utolsó szerzetes? Lesz egy ilyen amerikai film, az utolsó szerzetes. Aha. Lehet, hogy ebben a formában, ahogy most látsz minket, nem lesznek. A monstor 1000 éves, az 1000 év alatt 3-szor szűnt meg itt az élet. Általában valami külső erőhatalom miatt, tehát nem azért, mert elfogytak. Lehet, hogy újra meg fog szűnni, de az, hogy az egyházban ne legyenek olyan emberek, olyan őrültek, akik azt mondják, hogy az Isten van akkora és van annyira jó hozzátartozni, hogy ezt nem lehet félállásba csinálni, vagy nem lehet napi néhány órában, hanem ezt teljesen kell csinálni, szerintem olyanok mindig lesznek. Benned bízunk, Úristen, te adsz nekünk ételt alkalmas időben, kitárod szent kezedet, és betöltesz mindenkit áldásoddal. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áld meg, Uram, bennünket és ezeket az ajándékaidat, melyeket a Te jó voltunkból veszünk magunkhoz.
Krisztus, ami Urunk által. Amen. Azért maradtam szerzetes, mert hogy még mindig remélem, amit 37 évvel ezelőtt reméltem, most már nem csak remélem, hanem tapasztalom is, hogy Isten gondomat viseli, és hogy ő az, aki megtart engem. Nem én vagyok, aki megtartom ígéreteimet. Amen. Jelenleg 1300 szerzetes él ma Magyarországon. Közel 10 millió ember lakja ezt az országot, úgyhogy ezzel a számmal szeretném érzékeltetni, hogy valóban egy minoritásról van szó. Ebben a közösségben, Bakonybélben 8-an élünk jelenleg. Ez a szerzetesi életforma, megszentelt életforma lehetőség arra, hogy tapasztalatot szerezzünk arról, hogy ha Isten áll az életünk középpontjába, a közösség életünk középpontjába, akkor lehet közösségben élni, lehet szeretetben élni tartósan és boldogan, és hogy érdeklődve, tisztelettel tanuljuk meg a testvérek különbözőségét, saját erőtlenségünket elfogadni. Ez a bencési elmondat, ez az óra et labora, amit mindenki szokott ismerni, az azért igazából olyan, hogy óra et labora et lege, tehát három dolog, imádság, munka és olvasás, tehát a tanulás a harmadik. Ti most milyen munkákat végeztek? Az egyik nagy terület az a gyógynövény termesztés, tehát a kert. Ennek van egy ilyen hát kulturális, spirituális háttere, hogy a középkori időkben is a monostorok foglalkoztak gyógynövényekkel, volt ebben egy ilyen tudás átörökítés, ez ugye szolgálatnak is része volt, hogy az emberek akkor, tehát egy átlagember nem az orvoshoz ment, hanem mondjuk egy kolostorba ment gyógyulni. Biomódszerekkel gyógynövényeket termesztünk, annak a feldolgozását is mi végezzük, és aztán a feldolgozott gyógynövényből, vagy itt, vagy máshol partnerekkel együtt készülnek különböző termékek. Milyen termékek? Hát a teljesen saját dolgaink azok a gyógynövény teják, a lekvárok, tehát gyümölcslekvárok, szörpök. Itt készülnek a bronz és ezüst kis kegytárgyak, amik az M-testvér műhelyében, Jákob testvér segítségével, van egy csokis partnerünk, egy kozmetikumos partnerünk, egy sörös partnerünk, és akkor ők, hát minden, ami jó dolog történhet egy gyógynövénnyel, az, hogy csokiba kerül, hogy kenőcs lesz belőle, hogy sörbe kerül, tehát hogy ezek megtörténnek a mi gyógynövényeinkkel, és utána ezeket a termékeket mi forgalmazzuk itt helyben. Én azért lettem szerzetes, mert én egy borzasztó, rendetlen és trehány ember vagyok. Ha rajta múlna, akkor én egész nap aludnék, olvasnék, pacal tennék csülökkel, tarjával. Itt pedig van az életnek egy rendje, megvan, hogy mikor kelünk, mikor dolgozunk, mikor imádkozunk, mikor pihenünk, mikor lakunk jól és mikor böjtölünk. És ez az éltető és élhető rend engem segít az Isten kapcsolatomban és a másokkal való kapcsolatomban is. Amit általában sokan szeretünk, és itteni termék az a medvehagyma. Tehát arborétumban is nő, de a Nemzeti Park engedélyével szedjük környező hegyekből, és ezt sóval készítjük, egy sós darálékot tartósítunk, csinálunk belőle pogácsát, van medvehagyma krémleves, salátákba tesszük, és így általában ez március elején közepén jelenik meg, ezt már nagyon szoktuk várni, akkor az ember már ki van éhezve valami friss vitaminra. Ez az, amit mondjuk úgy közösség többsége szeret. Csináltam nekik egyszer csanánlevest, soha többet nem kértek. Tehát azt talán én szeretem egyedül, meg élesztő pástétomot, azt kétszer próbáltam, de azt se kértek többen. Ketten a közösségből nem fogyasztanak húst, hatan pedig húsevők vagyunk. Nálunk az a szabály, hogy szerdán és pénteken, ez egy őskeresztény szokás, szerdán és pénteken nem eszünk húst, valamint az adventi időszakban, ez körülbelül egy hónap karácsony előtt, és a nagybőti időszakban. Én nagyon húsevő vagyok, én általában a harmadik héten már valami hússal szoktam álmodni, sült kolbásszal, pikszalámival, marhas hússülttel, ilyesmikkel. Van, akinek ez könnyebben megy, nekem ez így
ez így egy feladat, de hát nem baj az, tehát kell az ember életében legyenek olyanok, amik kicsit kimozdítják a komfortzónájából. Tehát egyszerűen más dolgokat hozunk otthonról, akkor is, hogyha mi itt mindannyian európaiak vagyunk, Jákob testvérő olasz, mi többiek magyarországiak vagyunk, de akkor is a családainkból más mintákat hozunk, más szokásokat hozunk, van, aki beszédesebb, van, aki hallgatagabb, van, aki megeszi a csalánlevest, az én vagyok egyedül, van, aki nem, az a többiek. Tehát más a, mást jelent az ünnep, mást jelent a csönd, mást jelent a pihenés. Ezeket össze kell hangolni, össze kell érlelni. Mennyire vagytok megengedők, vagy te személy szerint? Itt lehet személyes útja is az embernek? Tehát lehet azt mondani, hogy te mondjuk jobban megérted a házasságtörőket, vagy nem tudom, tehát hogy, mert itt azért ezek bonyolult dolgok, amik folyamatosan jelen vannak az emberek életében. Erre van bármifajta szabályzat? Hát szabály nincs. Amit kérdezel, én azt tanultam meg így az évek során, hogy nagyon nehéz témákhoz, vagy nehéz helyzetekhez, nagy sötétségekhez, akkor tudok jól viszonyulni, akkor tudok segítően viszonyulni, ha én azokat magamban már átdolgoztam, vagy azokkal nekem van egy saját viszonyulásom. Tehát akár házasságtörés, vagy nem élettel kapcsolatos nehézségek, problémák, hogy hát ahhoz, hogy ez nekem ne legyen ott valamilyen nagyon idegen, vagy távoli, vagy félelmetes téma, ahhoz az kell, hogy én egyébként szerzetesként a magam eszközeivel, a magam terében ezekkel foglalkozom, tehát és nyilván személyes szinten foglalkozom. Ezt úgy kell érteni, hogy akkor te gondolkozol azon, hogy milyen lehet annak a nőnek az érzelmi világa, aki mondjuk bár szereti a férjét, de szerelmes egy másik emberbe is. Vagy milyen egy függőnek az élete, aki mondjuk szeretne leszokni az alkoholról, de mégse tud leszokni. Vagy milyen annak az embernek az élete, aki valami súlyos traumát hordoz magába, amit nem tud mondjuk valahogy feldolgozni. Szerzetes az arra vállalkozik, hogy az élet teljességét élje meg, és hogy ez mind része az életnek. Ehhez nekem kell, hogy legyen viszonyulásom. És ez úgy lehet viszonyulásom, hogy az, hogy milyen egy függőnek, ahhoz úgy tudok viszonyulni, hogy én is tapasztalom a kísértését annak, hogy függővé váljak dolgoktól. Én is voltam úgy szerelmes, hogy már szerzetes voltam. Valahogyan ezt kezelnem kellett, hogy van itt egy életem, vannak céljaim, vannak emberek, akik számítanak rám, és van valami piszokerős dinamizmus, ami engem vonz innen kifelé valaki máshoz. Tehát, hogy ezt megélni, elhordozni, és jó döntéseket hozni ebben, nem sablon döntéseket, nem kell, vagy előre megírt döntéseket, hanem úgy a vágy legmélyére menve tényleg megérteni, hogy mi hiányzik nekem, vagy mit szeretnék, vagy mire vágyom. Tehát azt gondolom, minden jó lelkivezető, vagy minden hiteles, akár pszichológus, vagy pszichiáter úgy tud segíteni, hogyha ítéletmentesen tud viszonyulni a másikhoz, és ahhoz az kell, hogy én magamba se ítéljem meg azt, amit az ő életében látok. Változás az sosem indul el az elutasításból. A propaganda támogatója a MOL. Tilla és a propaganda biztonságos közlekedését a Volvo XC60 támogatja.